A többi mediterrán országban is új erőre kapott a vírus. Spanyolországban naponta 3000 új beteget találnak, de Olaszországban is megugrott az aktív fertőzöttek száma, sőt halálos áldozatok is vannak. Európa szerte egyre több fiatal kapja el a vírust, akik között ráadásul 4-szer gyorsabban terjed a kórokozó. Közben Németországban kísérleti koncerteken modellezik a vírus terjedését. Arra keresik a választ, hogy mennyire veszélyesek a beltéri tömegrendezvények. Hosszú sorokban várakoznak az emberek a tesztállomások előtt Madridban. A spanyol fővárosban és több tartományban megkezdték a tömeges szűrést. Az elmúlt hetekben ugyanis ismét felerősödött a járvány az ibériai országban. Naponta több mint 3000 új beteget regisztrálnak. Folyamatosan alakulnak ki a gócpontok a nagyvárosokban és a tartományokban. Katalóniában szombaton mintegy 1200 új esetet jelentettek, 200-al többet, mint egy nappal korábban. A délnyugati Extremadura tartományban pedig lezártak egy falut, mert 40 ember tesztje pozitív lett. A vírus elsősorban családi összejöveteleken és házi bulikon terjed, ugyanakkor egyre több a fiatal fertőzött. Veszélyesnek nevezte a koronavírus helyzetet a francia egészségügyi miniszter is. Olivier Véron egy lapinterjúban azt nyilatkozta, a vírus 4-szer olyan gyorsan terjed a 40 év alattiak körében, mint a 65 év felettiek között. A tárcavezető azonban kizárta, hogy újra kijárási korlátozásokat vezessenek be az országban, helyenként azonban lehetnek szigorítások. Franciaországban szombaton több mint 3600 új esetről számoltak be, és jelenleg 38 gócpontról tudnak. Olaszországban szombaton több mint 1000 új beteget jelentettek, és hónapok óta először a kór áldozatokat is szedett. Pénteken 9-en veszítették életüket. Az emberek félváról veszik a rendelkezéseket, úgy tesznek, mint a semmi sem történt volna. Másrészt a kormány is felelős, mert támogatta a klubok újbóli megnyitását, és engedélyezte az összejöveteleket, vélekedett egy férfi. Az olasz kormány maszkviselésre, a védőtávolság betartására és gyakori kézmosásra figyelmeztette a fiatalokat. Két héttel ezelőtt pedig elrendelték a kötelező vírustesztet a repülőtereken és a kikötőkben a Horvátországból, Máltáról, Görögországból és Spanyolországból visszatérő utazóknak. Jó dolognak tartom a tesztet, így legalább én és a körülöttem élők is biztonságban érezhetik magukat, mondta egy férfi. Az egészségügyi hatóságok mintegy 1000 gócpontot találtak Olaszországban. Már Írországban is tüntettek a járványügyi korlátozások és a maszkviselés ellen. Mintegy 500-an utcára vonultak Dublinban, a többségükön nem volt maszk, és senki sem tartotta be a védőtávolságot. A tiltakozókhoz az írországi sárga mellényesek is csatlakoztak, majd többen összeverekedtek. A rendőrök két embert őrizetbe vettek. Az Egyesült Királyságban a rendőrség péntektől 10 000 fontos, azaz csaknem 4 millió forintos pénzbírságot szabhat ki a 30 főnél nagyobb engedély nélküli összejövetelek szervezőire. A résztvevőket akár 1 millió forintnak megfelelő fontra is büntethetik. De azok is hasonló összegű pénzbírságra számíthatnak, akik nem teszik fel a maszkot a tömegközlekedési eszközökön vagy az üzletekben. Lipcsében szombaton kísérleti koncertet rendeztek. Arra voltak kíváncsiak, hogy mekkora veszélyt jelentenek a beltéri tömegrendezvények. A kísérletben mintegy 1500 önkéntes vett részt, valamennyien arcmaszkot viseltek, a koncert alatt pedig nyomkövetővel ellenőrizték a mozgásukat, és foszforeszkáló géllel kenték be a kezüket, hogy kiderüljön, mit fognak meg a leggyakrabban. Az eredmény őszre várható.